Éppen elég tételt veszek egy sértésért. Régen ugyanis az elméleti képzés keretében tanították a tiszti becsületügyek intézését. A hivatásos tiszteknek kötelességük volt elégtételt venni a sértésért. Bármi lehetett sértés, amit a sértett fél annak tekintett. Aki sértve érezte magát, az felkért két úriembert, keressék fel a sértőt, hogy ő is válasszon két urat. Ők voltak a párbaj segédek, és ez volt a provokálás. Továbbiakban a segédek határozták meg az elégtétel módját, lehetőség szerint a békés megegyezésre kellett törekedni. A fegyveres elégtétel eszköze a kard vagy a pisztoly volt, amiket külön erre a célra használtak. Nyilván én úgy gondolom, hogy a konfliktusokat, azokat meg kell próbálni békés módon rendezni, de valamikor erre nincs mód és más eszközökhöz kell folyamodnunk, mint ahogy a videóban is láthattuk a két opciót. Hát egyébként erről már hallottam korábban valahol, viszont szerintem tök érdekes, hogy ennek ilyen meghatározott szabályai voltak, és le volt fektetve, hogy hogyan kell ezt elintézni úri emberek között. Hát én úgy gondolom, hogy a mai világban ez nem túl kivitelezhető. Picit eltér a megszokott módszerekre. Lehet, hogy ez már inkább csak a régi világban működne, de egyébként kíváncsi vagyok, hogyha felvetnénk ezt az ötletet, akkor hányan lennének rá bevők? Manapság igazából nagyon sokan párbaj vagy vitás konfliktusok rendezéséhez, hogyha jogokat sértő jogi eszközökkel rendezik esetleg az ilyen helyzeteket, de nyilván közös megegyezéssel el lehet ettől tekinteni. Mindenképpen értékelném, hogy ennyire nyíltan kiállt ellenem, illetve hogy megvédje a saját igazát, vagy engem feltétlen kiengeszteljen. Ennek nyilván meglennének ma is a keretei. Lehet, hogy egy ilyen formában, pont azért, mert akár a halálos kimenetel sem lehetetlen, ezért nem feltétlenül gondolnának erre egyből az emberek, mint a konfliktusrendezés módjára. Hát nyilván higgadtan megpróbálom, hogyha van rám mód, de vannak esetek, amikor kicsi elszabadulnak az indulatok, de ezeket megpróbáljuk utólag rendezni. Én törekszem általában a kompromisszumra, és hogy egy közösen előrevívő megoldást találjunk ki. Ebbe a párbaj azért nem feltétlen illeszthető bele, mert lehet, hogy egyikünk a végén ott maradna a csatatéren, és szerintem akkor eredményes egy ilyen konfliktusnak a megbeszélése, hogyha mindketten úgy távoztunk a helyszínről, hogy egyrészt életben vagyunk, másrészt mind a ketten kaptunk valamit eredményként. Köszönjük a figyelmet! Legközelebb is mindenképpen tartsatok velünk! Utána pedig nézzétek vissza az összes adást, hiszen a következő az utolsó lesz.